Üdvözlök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetemünk legújabb előadásán, amin egy régi és fontos témát boncolgatunk. Mai vendégünk pedig ennek az egyik legnagyobb szakértője, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök, dr. Letoha Tamás kutatóorvos. Szokás szerint megtisztelt minket most is jelenlétével dr. Popé Gyula, Fekete István Szabad Egyetemünk igazgatója, az MTA doktora, akivel szokás szerint abban egyeztünk meg, hogy majd a végén ad némi értékelést szokás szerint az előadáson, még a kérdéseket megelőzően. Elképesztő az a létszám, ami ma is itt, most már az utcára is kinyúlva összejött, és azt gondolom, hogy nagyon sokan fogják interneten is megtekinteni ennek az előadásnak a videóját. Dr. Letoha Tamás az, akit ugye 2014-ben választottak az év példaképének, és hát a sors iróniája, hogy ezt a díjat, ha jól tudom, maga Orbán Viktor adta át. Hát, ha tudja, hogy mi vár rá, mármint Orbán Viktor, milyen szakmai kritikák akár, és nem csak bólogató Jánosok, hiszen tudom, hogy nagyon sokaknak megrendült a bizalma a Covid őrület alatt az orvostársadalomban is. Mégis nagyon örülök, hogy voltak, akik mertek elmélyülni a témában, és mertek megfogalmazni kételyeket is, miközben az oltás működik, és hasonló óriás plakátokkal láthattuk kiplakátolni az országot, ugye, hogy golyóálló mellényként, mint egy lepattan a vírus arról, aki beoltatja magát, és nagyon sokakban fogalmazottak meg mégis kételyek, és nagyon örülök, hogy az orvos társadalom nyomása ellenére, vagy abból kiemelkedve valaki komoly kutatásokat is tudott végezni, és ez pedig tehát nem más, mint mai előadónk, Letoha Tamás. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm. Mindenkit köszöntök, és mennyi időm lesz körülbelül az előadásra? Ahogy gondolod. Jó, akkor... Dr. Letoha Tamás vagyok, a Szegedi Farmakoid, a Kft. Ügyvezető igazgatója, végzettségem szerint orvos. Az, hogy én egy Farmakoid, a Kft.-t képviselek, és nem egy egyetemet, annak megvannak a maga okai, és nem gondoltam volna, hogy a Covid járvány ilyen szinten elő fogja hozni. Tehát azok a dolgok, amik elhangzottak, és hát ugye az előd is mondtam már korábban, a képviselő úr, hogy hát én azért kaptam hideget, meleget, inkább hideget. Az nem egy új keletű dolog volt, és ez nem a Covid hozta elő. Engem már azért tehát a 2000-es évek közepe óta bizonyos magyar tudományos élet bizonyos képviselői ezek elég durván kezeltek, még annak ellenére, hogy én ugye orvos vagyok és PhD, tehát ez a nagy doktori előtt, tehát elég fiatal koromban megszereztem azt a végzettséget, amit ugye a kutatók álmodnak, hogy PhD-k lesznek, és akkor utána megnyílik az elők az élet a nagy kutatások irányába. Tehát én 2001-ben lettem orvos, 2005-ben szereztem meg a PhD címet, és hát akkor meg is mutatom, szerintem az lesz a legjobb, hogy mondjuk kicsit így csapongani fogok, de hát én ilyen vagyok. Tehát én igazából, amivel én elkezdtem dolgozni, és ami miatt a farmakoidát, azt sikerült egy, hát úgy mondom, hogy az európai gyógyszerfejlesztési programokba is sikeresen szereplő cégé fejleszteni, az volt, hogy mi igazából azt vizsgáltuk, vagyis azt kezdtem el vizsgálni 2000-es évek elején, hogy lehet szelektíven bizonyos hatóanyagokat a sejtekbe juttatni. Ez azért nagyon fontos, mert bizonyos betegségek, amik jelenleg gyógyíthatatlanok, itt most ugye a legegyszerűbbre gondoljunk csak a rák, ugye a daganatos betegségekben is az a probléma, hogy a hatóanyagok azok szétszórva jutnak a szervezetbe, és sokszor olyan sejteket is károsítanak, amit nem kéne. És igazából ez egy ilyen belső indítatás miatt, egy barátom, tényleg itt nagyon jó barátom súlyos betegsége miatt, én azt gondoltam, hogy na akkor még fiatal gyerek vagyok, akkor megváltom a világot, és próbálok valami jót is tenni. De csak az legyen, hogy gyakorlatilag ugye egy gyógyszeripari protokollnak a képviselőjeként próbálom a betegeket gyógyítani, hanem akkor próbálok saját kútfőmből, mert hát már akkor is ugye a daganatos megbetegedések azok elég elterjedtek voltak, és hát tudtam, mindre orvos családtagja vagyok, hogy
még az orvosok a legjobb belátásuk szerint is sajnos ezeket a betegségeket nem tudják megfelelően gyógyítani. Tehát én ezzel foglalkoztam. Igazából az volt a cél, amit látszik, hogy hatóanyagokat kellett irányítani bizonyos sejtekbe, ugye daganatos sejtekbe leginkább. És egyáltalán, hogy hogy lehet célzottan ez, ugye ez a génterápia, már akkor is ilyen úttörő területnek számított, és akkor fiatal kutatóként azt gondoltam, hogy ez lesz, ez adja meg a kezünkbe az, hogy gyógyíthatni tudunk gyógyíthatatlan rákos betegeket. Tehát génterápiás hatóanyagokat hogy lehet a sejtekbe juttatni, és akkor én ezzel foglalkoztam. Gyakorlatilag nem nagyon értették az emberek, hogy hogy lehet célozni sejteket, és én igazából már akkor elkezdtem vírusoknak én igazából azt vizsgáltam, hogy tehát a vírusokat akkor én modellorganizmusként kezeltem, vagy hát ugye a vírus az mi, ez egy fehérje burokba zárt örökítőanyag, tehát ez így igazából a természetnek a nagy génterapeutái a vírusok. Ez is egy vicces dolog, de erre majd kitérek. Tehát, hogy gyakorlatilag én így néztem a vírusokat, és az, hogy ugye a vírusok azok nagyon hatékonyan tudnak géneket bejutatni sejtekbe, és ott kifejeződjön. Ahhoz, hogy a vírus kifejeződjön egy sejtbe, az egy speciális útvonallal kell bejutni a sejtbe, és én igazából arra voltam kíváncsi, hogy a vírusok ezt hogy csinálják. Próbáljuk ezt lemásolni a terápiába, hogy ezeket a hatékonyan tudjunk génműködést befolyásolni. Tehát, és akkor gyakorlatilag ugye én ezeket a vírus fehérjéket vizsgálva azt figyeltem meg, hogy a vírusok szeretik a cukrot, tehát olyan cukrozott fehérjéket, és ezek ilyen nagyon csúnyán, de ne törődjenek velük, tehát arra figyeljenek, amit mondok, ezek ugye tudományos vizsgálatok, vagy tudományos jelentésekből kiszedett diák, próbálom ezt minél egyszerűbben elmondani, tehát vírusok szeretik a cukrozott fehérjéket, a cukrozott fehérjék azok jelen vannak gyakorlatilag a sejtjeinknek a felszínén, amit látják, ez a sejtmembrán, és akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a cukrozott fehérje, hogy itt van egy fehérje, ami be van ágyazva a sejteinknek a falába, mondjuk így, és azokról lógnak le ilyen, mint ilyen kis antennák, és azokban a vírusok nagyon szeretik azokat az antennákat, azokba bekötnek, és gyakorlatilag bejutnak szépen a sejt belsejébe. Tehát gyakorlatilag ez volt egy ilyen, hát ugye az ember mikor így kutató, akkor azt mondja, hogy hát igazából nagyon szép dolog a tudomány, de azért szeretnénk valami gyakorlati hasznot is biztosítani az embereknek, hát legalábbis én ilyen voltam. És akkor nagyon megörültünk, hogy az egyik ilyen felfedezésünk nyomán csináltunk egy szabadalmat, és a szabadalomnak az volt a témája igazából, hogy hogy lehet génterápiás, mondjuk így, csúnya szóval, de igazából ez egy kicsit szélesebb kör, tehát egy nagy molekulasúlyú hatóanyagokat, fehérjéket, nukleinsavakat, az mRNA-s, mint tudjuk, nukleinsav a sejtekbe juttatni, és akkor gyakorlatilag ez egy 2007-es szabadalom volt, tehát 2007-ben nyújtottuk be a Szilák László kollégámmal ezt a szabadalmat. Én akkor végeztem PhD-sként, és akkor nagyon tetszett, hogy ne csak tényleg itt írjuk az üres papírlapokat, hanem próbáljunk valami gyakorlati hasznot is csinálni, és akkor 2007-ben akkor benyújtottuk ezt a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz a szabadalmunkat, amit aztán 2014-ben, tehát elég sok idő után az Amerikai Szabadalmi Hivatal el is fogadott, mint tehát megadott státuszba került. Tehát ez igazából ebből jött ez a vizsgát, hogy azt néztük, hogy különböző fehérjék, vírusfehérjék, vagy az emberi szervezetben lévő fehérjék hogy tudnak bejutni a sejtekbe, és akkor azt lemásolva gyakorlatilag ezt a mechanizmust, hogy tudjuk ezt kihasználni ahhoz, hogy tényleg terápiásan is fontos molekulákat a sejtekbe jut. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, ez a szabadalom, mert ugye, és később engem ez a
Ja, próbálok. Jó, akkor tök jó. Tehát gyakorlatilag ez a szabadalom volt, az már hogy általában, amikor így a ember egy kutató, akkor általában úgy szokott lenni, hogy akkor kutató, megszerzi a PhD-t, akkor marad, akkor ugye docens lesz, meg professzor, és akkor végig megy ezen ranglétrán, de megmondom őszintén, nekem annyira nem tetszett, már akkor is magam utamat jártam, és akkor ez a szabadalom megnyitotta valahogy azt az utat, hogy én a gyógyszeripari kutatások fókuszába találtam magam. Ez nem volt nagyon könnyű. Magyarországon nagyon nehéz volt ez, mert Magyarországon ugye 2002-ben jött hatalomra a Gyurcsány kormány, és ugye a Gyurcsány kormány pedig hozta magával azokat a szakértőket, amit a Covid érából megismertünk. Nem akarok mondani neveket, de majd úgy is fogok szerintem, de próbálok nem, főleg, hogy fölvesznek. Tehát hozott olyan szakértőket, és hát gyakorlatilag ezek közül több szegedi kötődés is volt, akkor mindenki majd tudni fogja. És hát ugye az volt a probléma, hogy én szerettem volna tényleg nagyba gondolni, hú, gyógyszereket fejlesztünk, stb. És hát az az ember, aki a Gyurcsány kormány alatt ilyen dolgok felett döntött, meg az a szegedi Boci Teivónak volt az ügyvezetője. És ez nem vicc, ez így van, ez egy ismert Covid szakértőnek a fia, és én sajnos megtettem azt a hibát 2005-6 környékén, hogy mikor ez a Boci Teivós biotechnológus szakember a nem tudom, hanyadik milliárdját nyerte a Gyurcsány kormány alatt. Én jóban voltam vele, mert most nem volt szegedi srác. Megkérdeztem, hogy neki mi a végzettsége, hogy hát miért nyerő milliárdokat, miközben ott van mondjuk Hudák Anett kolléganőm, akinek mindig az a problémája ezekkel a magyar pályázatokkal, hogyha magyar pályázat van, akkor mindig leírják, hogy milyen tudományos végzettségű embernek kell lenni, és akkor gyakorlatilag adnak az embernek pár millió forintot. Itt meg ugye a Gyurcsány kormány alatt az volt, hogy valaki egy Boci Teivót elvezetett, se mindenhonnan kirúgták, amilyen egyetem volt, meg sehova nem vették föl, és hirtelen ő lett Magyarország leggazdagabb, vagy legjobban támogatott biotechnológus menedzsere. És én megkérdeztem, hogy te ezt hogy csinálod? Na, ezt nem kellett volna. Akkor jött az egész Magyar Tudományos Akadémia, az egész gyakorlatilag majd meg fogom mutatni, ugye borvendég Zsuzsa itt szokott előadni, tehát jött a hálózat, és hiába voltak a szüleim nagyon jól ismert orvosok, ledaráltak. És hát ez gyakorlatilag akkor 2006-ban elkezdtük gondolkozni, hogy hát valamit azért csináljunk már, mert azért kutatásokra kell szerezni pénzt. A lényeg az, hogy valami tényleg ez a jóisten ajándékaként, és ezt akarom is mondani, bekerültem ebbe a gyógyszerfejlesztési programba, és tényleg világvezető gyógyszergyárak azt mondták, hogy ez a szabadalom, amit mutattam, az érdekes lehet, és ezért ilyen gyógyszerbevételi dolgokba beengedtek egy 2011-ben külföldi kutatótársaimmal dolgoztuk ki Európa legnagyobb gyógyszerbeviteli programjának a tervét, és azt mondták a gyógyszeriparban, hogy hát ez érdekes lehet, és a bizottság támogatásával, itt az Európai Bizottságról beszélünk, ez a projektünk támogatást nyert, és akkor kezdtem el dolgozni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én Pfizer ügynök vagyok, akkor én az vagyok, persze, de hogyha én nem lennék Pfizer ügynök, meg nem lennék a gyógyszergyárak, akkor gyakorlatilag nekem nem lenne állásom, meg köszönhetően ugye Tóth Zsoltnak, akit sokan Boldogkői Zsoltnak ismernek, csak sajnos őt ugye a magyarok állítólag a neve miatt üldöztek, és ezért neki valamilyen 90-valahányba magyarítania kellett Tóthról. Na hát ennyire hiteles emberekről beszélünk, és az ő bandája az engem kicsinált volna. Tehát nekem nem volt maradásom a magyar tudományba. Hiába voltak szabadalmaim, szép tudományos eredményeim. Hogy gyakorlatilag azzal, hogy megkérdeztem, hogy a Boci Teivó ügyvezetőjének mi a végzettsége, de ez viccesnek hangzik, de most gondoljanak bele, hogyha valaki nagyon fiatal, és oda megy egy emberhez, és megkérdezi, hogy szia, én Béla vagyok, én Józsi, te Józsi, te mivel foglalkozol? És akkor mondja, hogy hát én biotechnológus menedzser vagyok, és én viszem Magyarország legjobban támogatott biotechnológiai cégét. Igen, és mi a végzettséged?
és akkor utána sértődés van, és az embernek elkezdik tiltani a pályázatait, nem tud, tehát nekem a gyógyszeripar az egy ilyen, hogy is mondjam, tehát ez olyan, mint az ember fuldoklik, és bedobják ott úszik az ember az óceánba, és akkor ott a mentőve, akkor nem kezdjek foglalkozni, hogy jaj, hát most akkor kinek ez a mentőve, bocsánat, hát ez nem fogok, hát akkor az ember belekapott. Na, hát így lett a gyógyszeripar az én megmentőm, és így lettem ugye a kritikus COVID hívők között Pfizer ügynök, és utána gyakorlatilag ugye ez a siker sikerre szül mintával, gyakorlatilag megnyertük ezt a kompakt projekt, tehát ott van a collaboration of the optimization of macromolecular pharmaceutical access to the cellular targets, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy gyógyszerbeviteli projekt, ami az új típusú hatóanyagoknak a célzott sejtbejutatását célul tűzte ki. Onnantól kezdve már könnyű volt előrébb jutni, tehát jó, hát könnyű, hát most itt van a kollega, nem tudja, hogy ez a könnyű azért az nagyon sok munkát jelent, de gyakorlatilag ez olyan dolog, hogy ezt úgy tudnám érzékeltetni, mint mikor Magyarországon van egy mindenki ismer, mert Magyarországon mindenki futballszakértő, én nem vagyok, hála jó Istennek, de azért nagyon sokan, és akkor, hogy tudjuk, hogy a focistákat az elég jó támogatják, elég jó keresnek, és akkor gyakorlatilag ott ugye az ember így a falábúak között úgy próbál így kapni egy kis pénzt, akkor... És akkor mondják, hogy nem, te nem vagy elég jó falábú, neked nincs jó falábad. És akkor valahogy az ember bekülül mondjuk a Juventusnak, mondjuk a B csapatába, meg körülbelül én vagy a C. De akkor is ott vagyok legalább, azt mondom, hogy Ronaldóval egy öltözőbe öltözök, és akkor tudom, hogy milyen lábszaga van, vagy akármi. De szóval, hogy azért a nagy fiú között mozgok, és akkor az ember, így kerültem be, és gyakorlatilag hát ez az én cégem. És ugye elmondtam, hogy ezeket a vírusokat, és volt ez a szabadalmunk, ami azért nagyon érdekes, hogy igazából ez egy olyan molekulá adta meg az ihletet hozzá, aminek a szekvenciája később felbukkant 2020-ba egy vírusnak a fehérjéjébe. És nagyon érdekes volt ez az egész COVID sztori, mert ezt a gyógyszerbeviteli szabadalmat, itt mutatom, hogy hogy viszi be a sejtekbe ez a egyébként emberi fehérjét megcélzó metodika, ugye a hatóanyagokat, tehát van ezek a cukrozott fehérjék, és akkor bezsilipelik a sejtekbe a különböző hatóanyagokat. És hát gyakorlatilag, ugye, nagyon érdekes volt ez az egész COVID sztori, mert akkor vettünk egy új berendezést, ez tényleg Európai Unió támogatásával, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az Európai Unió támogatását, meg a magyar kormányét is. Ez egy gyakorlatilag ez egy áramlástani sejt, citométer, így mondjuk, ami gyakorlatilag szépen meg tudja mérni azt, hogy bizonyos hatóanyagok hogy jutnak be a sejtekbe, meg látjuk is szemmel. És akkor hát jött ez a koronavírus dolog, 2020-ról beszélünk, és akkor úgy mindenki úgy megfagyott, tehát úgy szó szerint úgy. És emlékszem, hogy ugye az első híradások ugye arról szóltak, mikor Wuhanba jöttek a hírek, hogy hát ez a vírus ez mindent megfertőz, és hát ez a vírus, ez fú, mint a tűz, az terjed. És ezt a szabadalmat, amit mutattam, azt a gyógyszeriparban engem mindig azért kritizáltak, hogy nagyon jó ez a szabadalom, meg tényleg, meg hát az ember PhD után rögtön csinál egy ilyet, tehát az általában ez nem szokott lenni. Tehát ilyen becsület, tehát egy dicséretes dolog. De ugye az a baja, hogy a cukrozott fehérjék azok nagyon sok sejten rajta vannak. Tehát, hogy tényleg a sejtjeinket, és hogy nem mi ezt úgy mondjuk, hogy nem elég szelektív, tehát, hogy specifikust mondunk, de az, ugye az laikus az érti azt a szót, hogy szelektív, tehát, hogy nem elég szelektív, mert ezzel nem tudunk speciális sejteket megcélozni olyan mértékben, ahogy ugye a gyógyszerhatóanyagok, ez igazán jó, hatékony gyógyszerhatóanyagok, tehát ez elvárható lehet. És akkor
ez így mindig benne motoszkált a fejembe, és jött ez a vírus, és akkor mondták, hogy hát, ez a vírus, ez mindent megfertőz. És ugye hát a szabadalmat is így valamennyire azért befolyásolta a vírusok sejtbejutása. És itt van a kolléganőm, az Anett kolléganőm, mondtam, hogy hát akkor ugye 2020 februárjáról beszélünk, és ugye itt van a koronavírus, ez így nézett ki. Ugye ez mi? Ez egy fehér burokba zárt örökít anyag, RNS, ezt már az RNS, már mindenki tudja. Ez ennyi jó egyébként, hogy kb. Az emberek ezt megtanulták. Tehát egy egyszálú RNS vírus. A fehérje bulok egyébként az két dolgot szolgál. Egyrészt az RNS az egy nagyon illékony molekula, hogy így mondom, nagyon sérülékeny. Azért a illékonyt használtam, néha túlzok, de ez csak azért, hogy laikusak megérjék. Ne úgy képzeljék, hogy ez elillan, de nagyon gyorsan lebomlik. És ahhoz, hogy egy vírus tudjon fertőzni, na és itt ezt jegyezzék meg, mert szóval tehát a vírus legfontosabb része az RNS. A többi az baromira lényegtelen. Minden arról szól egy vírusnál, hogy az RNS intaktságát megőrizzék, oké? Mert ez egy természetes RNS. Itt ebbe nincsenek pseudouridinek, nincsenek mesterséges bázisok. Ezek gyakorlatilag, ez egy nagyon érzékeny molekula az RNS, mert a szervezet, az emberi szervezet, az védi magát a külső információktól. Tehát az informatika egyébként egy nagyon szép tudomány, nem úgy, ahogy a Bill Gates csinálja, mert amúgy az ihletet ad a világra, mert a molekulák is információt adnak át. Tehát, hogy sok embert nem érti, hogy mi hogy tudunk információt, majd el fogom mondani, hogy kiolvasni molekulákból, mert nem értik. De ez ugyanaz, mint ahogy az emberek szavakat használnak, és a szavakat betűkből állítják össze. Mi gyakorlatilag az információt pedig hát aminósavakból, vagy itt ugye nukleinsavakból olvassuk ki. És a nukleinsavak, de a fehérjék is, de leginkább ugye az azokat kódoló nukleinsavak, azok borzasztó fontos információkkal szolgálnak egy szervezet számára. Tehát fehérjét tudnak kifejezni. És a szervezet az nem engedi meg, hogy bárkinek, hogy csak úgy kifejeztessé fehérjét, mert nem akarják, mert az átveheti áthangolhatja a szervezetet. Tehát ezért gyakorlatilag az RNS-t úgy alkotta meg a szervezet, vagy a természet, hogy ez nagyon gyorsan lebomlik, még a vírusoknál is. Tehát, hogy érdekes, hogy még akkor is igazából egy pusztító entitás esetén, ami ugye tönkreteheti a gazda szervezetet, bár ugye a vírusok, majd ezt is elmondom, hogy működnek, de azért betegséget tud okozni, ezt azért meg tudjuk állapítani, ami hát sok esetben ugye nem jó, mert nem mindenki tud átesni könnyen egy vírusfertőzésen. De érdekes, hogy a vírusoknál is természetes az RNS, tehát nagyon gyorsan lebomlik. Oké? Tehát ez az egy lebomlás, ez azt jelenti, hogy egy perc alatt, tehát hogy nálunk a laborban mindenféle enzimgátlószert, ugye RNA-s gátlószereket kell rakni az L1-be ahhoz, hogy az RNS intaktságát megőrizzük, hogy ne bomoljon le. De hát ez a vírusnak nincsenek ilyen speciális ugye eszközei, nincsen pipettája, nincsen asszisztensnője, nincsenek kollégái, és ez körbeveszi magát egy vírusbulokkal. Tehát igazából a vírusbulok az nem szó semmi másról, csak az, hogy a vírus RNS-ének az intaktságát megőrizze. És ugye ezek a bumszlik lógnak le róla, ezek ugye a tüske fehérjék, ezek pedig a célzó molekulák, a célzó, hogy az oda akar menni. És mikor meghallottuk ezt a tüskefehérjét, meg hogy hát ez mindenhova kötődik, akkor mondtam, hogy hát nekünk elég jó kapcsolatunk van Kínával, és akkor mondtam, hogy 2020 februárjáról beszélünk. Akkor már ugye az emberek úgy kicsit féltek, akkor még nem volt azért a nagy para, még akkor már mondták a politikusok, hogy hát itt nem száll, itt csak a mi atyánk segít, tehát akkor még nem volt azért ez egy hónap múlva, de azért már akkor úgy kezdtünk úgy kicsit félni, meg minden, és
akkor, de az volt a furcsa, hogy Kínából meg ezeket a dolgokat meg lehetett venni. Tehát, hogy jöttek ugye ezek a nagy hírek, hogy hát itt van egy vírus, és ezzel lehet, hogy semmit nem tudunk csinálni. Kínában meg fogták a kínaiak a vírust, és akkor földarabolták. És nem az, hogy földarabolták, hanem a különböző alkotóelemeit lehetett kapni boltba. Mert ugye a legtöbb ember az bemegy a boltba, és akkor vesz egy kiló kenyeret, meg vesz hozzá parizert, sajtot, mi meg elmegyünk a boltba, és akkor veszünk tüskefehérjét, meg nukleokapszid fehérjét. És amikor ezeket a fehérjéket elő tudják állítani, az nekem azt mutatja, hogy azért ezek nagyon ismerik ezt a vírust, mert csak azt tudja ezeket a dolgokat előállítani, aki már készült, ugye? Mert ez nem úgy van, hogy most akkor megfogom a vírust, és akkor hoppá, az akkor már a kezemben van a tüskefehérje. Nem, az azt jelenti, hogy akkor azt a vírust már kielemeztük, ismerjük a különböző genetikai motívumokat, tudjuk, hogy melyik genetikai rész kódolja mondjuk a tüskefehérjét, azt a genetikai részt kivágjuk, belerakjuk mondjuk egy más típusú sejtbe, és akkor főszaporítjuk a tüskefehérjét, és eladjuk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 100 mikrogram tüskefehérje ára, mondjuk 150 ezer forint plusz állítási díj. De ezt már Kínában meg lehetett venni 2020. februárjában. A félelmetes vírusra, amiről nem tudtunk semmit. Ugye egy hónap múlva kiderült, hogy erről mi nem tudunk semmit, de a kínaiak már a tüskefehérjét mutálták. De nem tudtuk, hogy mi az a vírus. Hát honnan tudjuk, mikor már belerakták a mutációkat. Tehát most szeretném azt az őrületet bemutatni, hogy nekünk a laborba ez hogy jött le. Tehát megvettük a tüskefehérjét, és beérkezett hozzánk 2020. februárjába. És akkor elkezdtük nézni ezt a tüskefehérjét, hogy ez a tüskefehérjé egyébként két alecségből áll. Van az első, meg a másik alecség. Nagyon érdekes, tehát a fehérjék úgy épülnek fel. Úgy kell egyébként elképzelni ez a tüskefehérjét is, mint nagyon egyszerű. Tehát, hogy próbálják úgy, mint a szerszámokat, mint mondjuk egy mint egy kalapácsot. Ugye van a kalapácsnak a nyele, az azért kell, hogy megfogja az ember. Meg van ugye a feje, ami beüsse a szöget. Na hát itt is ez van, hogy van a tüskefehérjének egy olyan része, ami beköt a sejthez. Ez az egyes alegység, és van a kettes alegység, az más csinál, az is egyébként a sejtkötődésben, de igazából az egyes alegység, és akkor megrendeltük az egyest. Még egyszer már az egyes alegységet meg lehetett venni 2020. februárjában Kínából. De nem tudtunk erről a vírusról semmit, oké? Okay? Tehát értik ezt az őrületet? Tehát nem tudunk a vírusról semmit, de ha én egy kiló egyes alegységű tüskefehérjét akarok venni, akkor meg tudom venni boltba. De nem ismerem ezt a vírust. Na, és akkor megvettük a vírust, kijött a elküldték Kínából, és nézzük, és ott van egy, tehát ugye cukrozott fehérjékről beszéltem, és a cukrozott fehérjék, tehát erről beszélek, hogy mi információkat, mi kódnyelvet beszélünk, és nézzünk, és ott egy kód, amit aláhúztam, ami ahhoz szükséges, hogy egy fehérje bekötődjön a cukrozott fehérjékhez. Tehát ezt úgy mondjuk egy evolúciósan konzervált szekvencia. Ez azért ez evolúciósan konzervált szekvencia, mert ez egy adott funkciót biztosít a fehérjének, és akkor érdekes, hogy úgy kártyázik a természet, hogyha kidob egy olyan kombinációt, ami beválik valamibe, akkor ő már nem gondolkozik új kombinációk, hanem az a kombináció az megjelenik többfajta fehérjébe. És ez egy emberi fehérjébe van, egy gyakorlatilag ez adta az egyik ihletet ahhoz, hogy mi ezt a 2007-ben ezt a szabadalmat megcsináljuk, és hát mit ad Isten, benne van ebbe a benne van ez a tüskefehérje egyes alegységébe. És az ezt nem szabadalmaztattuk le ezt a kis alegységet annó, de mondom, ihletet adott a... De a Moderna nevű cég az leszabadalmaztatta 2017-ben, és hát mit ad Isten, megjelent egy vírusba utána 2020-ban, pont abban a vírusban, amiről nem tudunk semmit, de a Moderna azt tudta, hogy két nap alatt, miután nyilvánosságra hozták a
genomját, tehát a kódját a vírusnak, akkor 2 nap alatt megcsinálták az mRNA-t, de nem tudunk semmit a vírusról, de 2 nap alatt csinálunk egy vakcinát rá, de semmit nem tudunk róla, még egyszer. 2 nap alatt csinálunk vakcinát rá, 2. De nem tudunk róla semmit. Egy hétvége alatt. Tehát kínaiak kinyomták pénteken az internetre, és hétfőre már kész volt a vakcina, de nem vagyunk fölkészülve semmire, mert annyira nem tudunk, hogy tényleg csak menjünk, és akkor mi atyánk imádkozzunk, mert hát nincs, ezzel a vírus ellen nincs semmi. Na, hát így éltük át, mi kutatók ezt az egész elmebetegséget. Mindegy, az a lényeg, hogy szépen, ahogy pont volt ez a műszerünk, amelyen gyönyörű felvételeket tudunk csinálni, csak igazából semmit nem csináltunk más, csak fogtuk a, aztán utána a vírust is meg tudtuk venni. És tudják, honnan tudtuk megvenni a vírust? Ez is nagyon érdekes volt, hogy először a tüskefehérjével dolgoztunk, és akkor megnéztük, hogy a tüskefehérje hogy jut be a sejtekbe. De állítólag ez nem lett volna szabad, mert a tüskefehérje állítólag az nem csinál semmit. Tehát mi az, hogy megnéztük a tüskefehérjét, hogy mit csinál, meg hogy jut be a sejtekbe, az igazából mi azt hittük, hogy hű, milyen tudomány, és az embereket megmentjük, de kiderült, hogy ez ne, ilyet nem szabad. Mert mikor beküldtük az eredményüket májusban a világ egyik legnagyobb lapjába, akkor mondták, hogy hát a tüskefehérje, hát az nem csinál semmit. Hát az hogy tüskefehérje csinál valamit? Hát nem csinál semmit. És akkor mondták, hogy na, akkor elhisszük, hogyha ez azt csinálja, hogyha a vírussal is megcsináljuk ugyanezt. És akkor honnan vesz az ember vírust? Hát Kína, nem, a Kína, nem Kínából, hanem a vírust, azt viszont már csak az amerikai CDC-től lehetett megszerezni. Tehát sehonnan nem lehetett megvenni, csak az amerikai CDC-től, ami a, gyakorlatilag ugye a amerikai közegészségügyi intézet, és egy ugye Anthony Fauci nevű szimpatikus úriember volt a vezetője, és mi megvettük a washingtoni izolátumot, és akkor megcsináltuk, és tényleg az általunk vizsgált cukrozott fehérjéken keresztül jut be a sejtbe a vírus, de igazából de nagyon sokat fogtuk, mutáltuk a sejtet, mindent csináltunk velük, hogy megmutassuk, hogy hogy jut be ez a vírus, aminek úgy igazából az a lényege, ami egy gyakorlati haszna, az az, hogy tehát 5 forintos gyógyszerekkel, mint például a heparin, vagy az amiloid, gátolható a vírus sejtbejutás. Na ez már annyira azért nem tetszett úgy. Tehát, hogy megcsináltuk a szabadalmat, hogy csináljuk meg a szabadalmat, az úgy voltunk vele, hogy először csináljuk meg a szabadalmat, és akkor elküldtük az eredményeket, hogy hű, most nagyon szakítunk, hú, megmutattuk, kis magyar labor. És akkor az volt az első kérése a szerkesztőnek abba a világhírű labba, megmutatom, hogy mi volt a kérdése. Ja, igen, elküldtem neki ezt az egészet, hogy hát mi, hogy, mert ugye el kell mondani az ember, hogy miért azt csinálja, mert hogy hát ezt mi úgy mondjuk, hogy racionális gyógyszerfejlesztés, tehát ez azt jelenti, hogy nem a sötétbe tapogatózunk, hanem tudunk, elolvasunk szekvenciákat, tehát fehérjek és aminosav szekvenciák, és azt mondjuk, hogy na, ennek az lehet a pár, mint a kulcs az ár, hogy aki a kulcsmásoló, vannak olyan kulcsmásolók, ránéz a kulcs, és azt mondjuk, hogy na hát ennek ez az ára. Ugye ez, mert hát ez egy szakmai ártalom, tehát ránéztük, és azt mondtuk, hogy és az alapján, a szekvencia alapján, és akkor utána, hogy ültek rajta 3 hétig, nem akarták nagyon gyorsan visszadobni, és visszaküldték, hogy én ezt vegyem ki, ezt a kiemelést, hogy ezt, de mondom, miért vegyen, hát azért csináltuk az egészet, hogy azért köt a tüskefehérje oda, ahova köt, meg a vírus azért köt, mert benne van az a szekvencia, de nem, hát ez ilyen nem szokás. Tehát nem szokás, mert ezt a vírust nem ismerjük. 2 nap alatt tudunk rá vakcinát tervezni. Februárban már tudjuk a tüskefehérjét úgy mutálni, hogy 150 ezer forinti adjuk 100 mikrogramját, de ezt a vírust mi nem ismerjük. És ezért vegyük ki. És akkor ki kellett venni, és ment tovább az emberek hülyítése, vagyis hát leginkább a mi hülyítésünk. És igazából akkor kezdtem el bevadulni, amikor, hát ugye az ember ezt tényleg, hát a kolléganőmmel, hát hajnal 2-ig dolgoztunk, de tényleg, tehát hajnal 2-ig dolgoztunk, megmentjük a világot.
és akkor heparinnal, és kimértük, és gyönyörű, tehát hogy gyakorlatilag ilyen 20-30-50%-os gátlásokat csináltunk, hát felét meg tudjuk a vírusnak fogni, hát csodálatos. És akkor bizonyos entitások, akik ugye érdekeltek voltak a vakcina fejlesztésben, hát azokkal mi együtt dolgozunk, és mondtam, gyerekek, nem kell vakcina. Nem kell. Én az ember ugye naív, tehát különben nem lettem volna kutató, hogy mert én ugye meg akartam menteni a világot. Nem kell vakcina. Itt a heparin, gyerekek, ezzel úgy gátunk, ahogy csak akarjátok. És elmondtam ezeket a gyönyörű fénykép, hát ez, mondom, hát ez borzasztó nagy munka. Tehát éjjel-nappal dolgoztunk. És akkor ültek, mint önök, mondjuk jó, akkor zoomoltunk, mert ez a vírus annyira veszélyes volt, hogy nem lehetett ugye senkivel face-to-face beszélni. Jó, mondjuk külföldön vannak, tehát azért elválaszt minket azért sokszor egy óceán, de általában mi szoktunk azért találkozni, de akkor nem találkoztunk, mert stay safe, mindenkinek, ugye? És vicces volt, állandóan minden zoom, stay safe, mindegy. Tehát olyan nyugat-európai városokban vannak meetingjeink, hogy maga az utca veszélyesebb, mint ez, na mindegy, ez a vírus, és sosincs az, hogy Brüsszelbe, hogy stay safe, és akkor megmutattuk az és úgy, nem tudom, hogy az egész nagyon furcsa volt, hogy na jó, és akkor mi van? Ha mondom, ember, hát mondom, nézd már, hát mondom, amilorid, 5 forintos gyógyszer, 5. Jó, lehet, hogy 7,5, mert volt azóta infláció, heparin. Hát ismerjük már 1000 éve minden kórházba. És hát jó, de hát ez oké, jó, de hát akkor ebben mit kezdjünk? Hát gyógyszergyárak vagytok, gyerekek, hát mondjátok, hogy adjanak a betegnek heparint. Hát de hát ez... Jó, és akkor úgy nem volt az egészből semmi. És akkor már úgy furcsa volt az egész. Tehát akkor már túl voltam, mert ugye 2020 márciusában az Európai Bizottság kiírta a Európa történelmének a legnagyobb kutatásfejlesztés pályázatát, ez a koronavírus gátlása volt, hogy hát az is dolgoztunk, tényleg mint a motolla. És csak egy dolog nagyon furcsa volt az egészben, és ezt a kolléganőm jött rá, hogy olvassuk, ugye, mert tehát egy dologra azért nagyon jó volt Magyarország, meg az, hogy itt a előző kormánynak a bocitei volt szakemberei minden pályázatát kidobták az embernek. Ugye olyan az ember, mint a viccben a nyuszika, hogy nyuszika, van-e rajta csapka, akkor fölveszi, akkor van-e füstszűrős cigarettát. Tehát az ember mindenre fölszerelkezik, és a pályázatokban azt így megtanult, hogy mindent, ami, tehát ezek mutatják egyébként, ezek a külföldi neves gyógyszeripari pályázatok, hogy mennyire megtanítottam, vagy megtanultam projektet generálni, hogy minden, tényleg a külföldön normális körülmények között tudunk nyerni, hát itthon nem, mikor a Boci Teivo ügyvezetője befolyásolja a pályázatoknak a bírálatát, de mindegy. És nem is az a lényeg, hanem az, hogy igazából átnéztük tőzetesen ezt a felhívást, és hogy az volt benne, hogy bármit csinálhattok, ebbe a pályázatban, hogy kifejlesztettek bármit, csak vakcinát nem. És ez olyan kicsit furcsa volt. Szóval, hogy most nem tök mindegy, hogy mit fejlesztek, az a lényeg, hogy megmentsem az embereket. Tehát most, ha vakcinát fejlesztek, és az menti meg az embereket, akkor az menti meg. Hát most mi az, hogy ott van egy csomó pénz, lehet nyerni, és vakcinát ne fejleszünk, mert az fölösleges. És az is olyan furcsa volt, és akkor emlékszem, egy ATV-s hölgy, aki később aztán a ellenzéki miniszterelnök jelöltnek lett a sajtófőnöke, a Péter Fiúdit fölhívott, nem tudom, hogy
meg milyen indítatás végzett, hogy hallott rólam, meg hogy mi gyógyszeriparban dolgozunk, de ezt ugye nem nagyon szokták mondani, mert állítólag mondom, tehát ez így úgy volt, hogy 2002-től 2010-ig ugye csak a teivó menedzserek tudtak gyógyszert fejleszteni Magyarországon. Aztán utána jött a Pálinkás József, akkor már a teivó menedzserek mellett mások is, a muslicológusok is tudtak gyógyszert fejleszteni, de én nem tudok gyógyszert fejleszteni, úgyhogy nem is értettem, hogy a Péterfi Judit mit akar tőlem. És emlékszem, írtuk ezt a pályázatot, és mondtam, hogy hát nagyon nincs időm, mert nagyon, de ugye ez nagyon sok embert érint, és hát majd... Jó, akkor megjelent a hölgy, tényleg nagyon kedves volt, elmondtuk neki, meg megmutattam ezeket, mert akkor már így voltak előzetes eredményeink, nagyon szépek. Meg még egyszer, tehát amikor az embernek megvan már a kulcsa, akkor már bárhogy meg tudom mutatni, hogy milyen szépen tudom kinyitni az árat. Tehát az már nem volt kérdés, hogy azt az árat fogja ez a kulcs nyitni, csak hogy tényleg milyen brilliánsan tudjuk kinyitni, hogy így... Tehát az volt itt már a kérdés, akkor megmutattuk, hogy hát meg azért lehet, hogy tudjuk, hogy lehet megakadályozni a koronavírus fertőzést, vagyis hát egy mechanizmusát, és azt majd javítom magamat, mert ez egy nagyobb átverés volt, mint ahogy gondoltam. És elmutattuk neki, és elmondtam, és mondtam, hogy hát őszintén mondom, hát hölgyem, hát vagy Judit, hát nem furcsa, hogy még itt volt nyár a Sziget Fesztivál, emlékszem, na, erre nagyon berágtak. Mondom, ott vannak két hétig a húgyba, sárba, ott fetrengenek az emberek. Sziget Fesztivál, közös budi, minden, ami a csövön kifér. És akkor abból senki nem csinál ügyet, és hirtelen jön egy vírus, amit ismerjük a szekvenciát, mert hát ha, bocsánat, egy Letoha Tamás ott észrevesz benne valamit, akkor a világ nagy virológusai miket vehettek észre. És ez így volt, mert egy külföldi virológus barátomnak átküldtem, hogy hát mi ez van, mi ezt fedeztük föl, és hogy hát fű, te ez nagyon jó, meg innen. És a következő e-mail jött vissza, keresi egy kicsit, mert több mindent fogsz ott látni. De erről a vírusról nem tudunk semmit. Nem, semmit nem tudunk, csak 2020-ban, aki már tudott kódot olvasni, az már tudta, hogy ebbe a vírusba ez van, meg az van, meg amaz van. Az igazi virológusok. Csak hát azok nem nagyon beszélhettek túl sokat. Na mindegy, megmutattuk ezt neki, és ezeket elmondtam meg, hogy nincs oka pánikra, mindenki nyugodjon meg. És hát ebből az lett, hogy az ATV azt mondta, Péterfi Judit fölhívott aztán zokogva, hogy hát ez a hálózat, aki az ATV mögött van, az letiltotta a műsort, ami az a riportot, ami nagyon hülyén nézett ki, ugye behájpolták, hogy és akkor itt van az igazi ember, aki megmondja az igazat a koronavírusról, és soha, mint az olyan cirkuszírosztán, hogy és kitátja a száját, és be... És akkor aztán utána következő volt, hogy itt, és elmondja, és kendőzetlen, leplezetlenül lerántja a leplet. És akkor másnap jött ezért, és közkívánatra Csernus Imrevel való múlt heti, vagy a múlt havi beszélgetést újból leadjuk. Tehát mi van? Tehát, hogy az oroszlán kitátotta a száját, és tényleg, és mindenki, és ott lájkolták az emberek, hogy végre megmondja valaki, mely... és közkívánatra Csernus Imre múlt havi adását újból leadjuk. És akkor hát jó, hát akkor menjünk tovább, hát mi azért dolgoztunk tovább, megcsináld, és hát ugye tényleg ugye ez a én sokáig úgy, hogy jó, hát ez a vírus, ez ilyen, hogy hát, mert ez tényleg vérrögképződést okoz, de hogy miért, tehát ez azért sokkal, tehát a világ, legegyszerűbb vagy a világ legnagyszerűbb átverése, az mindig a legegyszerűbb. Mert soha senki, ezt mondtam Péterfi Juditnak, nehezét tiltották le, mert soha senki nem feltétlenül, mert az emberek egoisták. Én is nagyon okos vagyok, hú, de nagyon okosnak gondolom magam. De én legalább úgy annyi mindent tudok így ezekből a... Tehát meg annyira bonyolult ez a természet, hogy belátom, hogy egy csomó mindenhez nem értek. És azt tudom, hogy például, hogy elmegyek, ezt mindig el szoktam mondani,
ugye a Laci beszélgetésében is elmondtam, hogy ha elmegyek autószerelőhöz, mindig attól félek, hogy engem baromira átvágnak, mert nem értek hozzá, hát most simán, hát nem értek. Tudok aminósavakat, mindent olvasok, írok, amit csak kell, de az, hogy a kocsiba az félek. De a legtöbb ember nem így van, főleg ebben a koronában mindenki hirtelen. Tehát itt a buszsofőrtől kezdve a sarki fűszeresig mindenki mRNA szakértő volt, mindenki tudta minden, nagyon jó, hova jut, mit csinál, ki a vírustagadó, oltás, itt mindenki. És ebbe azt használták ki, hogy az emberek egoisták, hogy ők szeretnek, hogy ők nagyon okosak. Mondom, én a kocsikban nagyon hülye vagyok. Tehát én nem azért nem hajtok jó kocsit, vagy egyet jó megy, alattam kész, és mindig mondom, attól félek, hogy aztán veszek valami szart, és akkor nem tudok vele mit kezdeni. De az emberek nem ilyenek, ők nagyon beülnek a Merjo-ba, és nagyon könnyű, mert mint ugye a kamuruhák, a kamumárkák, hogy eladják nekik az Adidas-t, és mindenki tudja, hogy ez egy kamu az egész, mert ott árulják a bevándorlók 20 eurójé, de ő Milánóba vette, igen, Sergio Tacciani, meg mondják a hülyeségeket, tehát hogy az emberek ilyenek, és hogy hiába mondom neki, figyelj, nagyon átvágtak, tehát ott árulja 20 euróval, nem 4020. De nem, hát ezt az emberek nem akarják be, mert ő nagyon okos. Őt nem lehet, őt így megszok, így. És hát, na, itt van akkor ez a Covid, de és akkor itt, mondom, még én is. Jöttek ezek, na, ez a PCR. Na, akkor PCR. Ugye, mi a vírus fertőzést úgy mértük, fogtuk a sejteket, ez egy kicsit nagyobb felvontásba mutatom. Megjelöltük a vírust zöldebb fluoreszkáló festékkel, és ebből a gyönyörű masinával, amit megmutattam, aminek jóval több az ára, mint egy Mercedesé, megmértük, hogy milyen, hogy jut be, meg fényképeket is csináltuk róla, ezért nagyon drága, mert mindegyes sejtet külön-külön gyakorlatilag detektál, és utána megmondja a fluoreszcencia, tehát a festékjel intenzitást, és megmutatja képpel, szemmel láthatóan, látszik, hogy ugye benn van a sejtek belsejében ugye a zöld, tehát benne van a vírus. És tehát, hogy ezzel a dologgal ugye mi csináltuk ezeket a vizsgálatokat, és tehát gyakorlatilag azt mondták erre a nagyon ezt se tudja senki, és ez is, van egy kollégám, tényleg nagyon olvasott közgazdás srác, mindenre mindent tud, de ő ilyen nagyon jó szándékú, naív gyerek. És ő mindig mondja, hogy minden nagyon korrupt ebben a világban, minden, de a tudomány, na ott, azok különbek. Tehát a tudósok soha, én tyúkot, soha. És na, akkor elmondom, mi a különbség egy ilyen szabadalom meg egy cikk között. A szabadalom az arról szól, megmutatom, hogy az embernek van egy gyakorlati hasznot is hozó, tehát valami gyakorlatban is alkalmazható eljárása, sejtbe jutatunk hatóanyagokat, és akkor gyakorlatilag mi ezt leírjuk, mint egy ilyen szabásvarrás mintát, és jön egy jogász, vagyis egy jogi végzettségű szakember, meg egy tudós, vagy a legjobb esetben az, aki ért a tudományhoz is, meg a jogászathoz is, tehát a joghoz, és akkor megnézi, hogy ez újdonság ez a dolog. Ez az egy újdonság. Tehát, ilyen van-e? Akkor megmondja, hogy mondjuk ebben a szabályban nincs. Oké, nincs. Kettő. Feltalálói tevékenység. Az azt jelenti, hogy ez következik-e, ez a fejlesztés, abból, amit mások csináltak. Tehát, hogyha Pityú csinált már sejtbejutást, és én csak azt mondom, hogy jó, akkor így lehet bejutatni egy hatóanyagok, én meg csak annyit mondok, hogy jó,
akkor most ne azt a hatóanyagot juttassuk be így, hanem a B-hatóanyagot, akkor azt mondják, ez nem feltalálói tevékenység, mert ezt már valaki leírta. Tehát ez, hogy nem következik másokból. Ez a másik. És a harmadik dolog pedig az, hogy ipari, tehát iparilag alkalmazható, tehát valamire alkalmazható. Tehát most, hogy tényleg van-e valami gyakorlati haszna. És ha ez megvan, akkor az ember szabadalmaztathat. De ez egy nagyon hosszú folyamat, meg sok pénzbe kerül, meg meg kell győzni embereket, mert ez kicsit olyan, mint egy jogi eljárás, hogy azért belekötnek, stb. De a tudományos publikáció nem arról szól. Itt arról szól, hogy leírunk valakit, megfigyelünk valamit. Megfigyelem azt, hogy ezt a mikrofont közelebb tartom, akkor hangosabban beszélek, ha meg nem beszélek be, akkor nem hall senki, és akkor leírom. És elküldöm egy újságnak, amiről valaki azt mondja, hogy ez az újság jó. Én ezekkel a... Tehát gyakorlatilag ezeket a vizsgálatokat, amit végigpörgettem, ez itt több millió forint. Tehát gyakorlatilag maga a műszer az 35 millió forint, a mikroszkóp az 50 millió forint, a tüskefehérje 100 mikrogramja, ami a semmi, 150 ezer forint, a koronavírusba, inaktivált koronavírus az mondjuk 1 milliárd partikulum, 250 ezer forint, most csak mondok, nem nagyon téve, 232.500 plusz szállítási költség, és gyakorlatilag az ember egy valakpénzt kidob az ablakon, és elküldi egy újságnak, aki semmit nem finanszírozott az egészből. Semmit. Ő csak egy újság. És ő megmondja, hogy ez releváns-e. Ez a világ legnagyobb átverése. Ez az egész tudományos publikáció, és ez úgy csinálják, hogy kiküldi két fazonnak, akit én azt se tudom, hogy ki az. Kiküldi két ismeretlen szakembernek, akiről én nem tudom, hogy ki, és ők 3 hét alatt elolvassák az én tanulmányomat, és ők megmondják, hogy nekem igazam-e van. Vagy igazam van-e, bocsánat. Nem vizsgálják újból, hogy tudnák megvizsgálni azt a vizsgálatot, amit mondjuk elkezdtünk februárba, és hát mondjuk júniusban, június 1-én fejeztünk be, és ennyi mindent megcsinálni. Ők nem tudják megcsinálni a laboratóriumban, mert nincs hozzá se idejük, se energiájuk, se pénzük. De ők elmondják, ránéznek a nevemre, és azt mondják, hogy hát igen, farmakon, ha University of Oxford van, odaírva, vagy Yale, vagy Harvard, azt mondják, hogy te szabad. És akkor erre mondják, hogy ebbe az újságba Yale-ből és Oxfordi egyetemi kutatók publikálnak, ez egy nagy impact faktor újság. De hát egy letoha, hát ki se tudják mondani, mi ki ilyen, farmakon, de mi ez, hát. És akkor azok visszadolva, hogy vedd ki, akkor ne, az a heparin binding régió, hát az heparin kötő, ezt miért emeled ki? Tehát ilyen bullshit az egész. Tehát erről szól a tudomány. Tehát, hogy ilyen fog meg, lásd meg, nézd meg, én megmondom, hogy te milyen okos vagy. De név nélkül mondom meg. Tehát legalább a szabadalmi izébe beadod a szabadalmat, és akkor az ember látja, hogy valami gyakorlati haszna van, hogy csinálok valamit, és akkor tudom, hogy lehet, hogy el tudom adni egy gyógyszergyárnak, és akkor lehet, hogy abból lesz gyógyszer, de a tudomány ez így megy. És ahogy a szakértők, azok egymást kijelölik, hogy ki a szakértő. Ha a te ívó ügyvezető a szakértő, akkor ő a szakértő. Akkor kus van neked, tehát senki, de lehetsz orvos, PhD, professz, nem, ő. Mert azt mondták. Mert az akadémián azt mondják, hogy csak a boci te ívóba lehet gyógyszert fejleszteni. És akkor azzal dobták vissza a cikkünket, hogy nagyon szép ez a masina, meg tényleg, hú, azért kell drága masinát venni, mert különben nem hiszik el. Vicces. De nem hiszik el. Jó ez a masina, de ezt a sejtbejutását a vírusnak kimértük-e PCR-ral? És akkor a kollégám megkérte ezt az egyik nagy amerikai céget, hogy akkor jó, akkor mi megmérjük PCR-ral a sejtbejutását, hogy tényleg ez a vírus benn van-e a sejtek belsejébe. Mint itt látszik ugye a zöld. De küldjék már, hogy ezt milyen szekvenciával nézték, és azt mondták, hogy titok. És akkor úgy mondtuk, hogy de most én
egy valak pénzt ki fogok fizetni egy PCR tesztért, hogy én lemérjem ugye a sejtjeinken a vizsgálatot, tehát azért annyit mondjanak már meg, hogy ez, mi ez a szekvencia, amit vizsgálunk. Mondták, titok, ez nem. Ez... És akkor kezdett már nagyon furcsa lenni. Hogy most gyerekek, hát itt van egy vírus, ami lebénít mindannyiunkat, oké? Okay? Tehát, hogy tényleg én megértem, hogy az üzleti szempontokat, meg mindent, mert hát ebbe élek, hát valahol én is azért egy ilyen amatőr üzletember vagyok, de azért, hogyha tényleg minden attól függ az életünk, hogy ezt a vírusnak megtaláljuk az ellenszerét, akkor legyünk már egymásra őszintén, nem? Hogy mondjuk meg, hogy ezt vizsgáljuk, azt vizsgáljuk, de nem ez történt. És akkor közben ugye beszélgettem, hogy a virológusokkal csináltuk a pályázatot, stb. Na és ez a PCR, ez mindennek ellentmondott, amit mi tanultunk orvosegyetemen. Tehát egy átlagos ember naponta körülbelül, ez egy cikkből van, tudományos publikáció, jó nevű. Átlagos ember naponta körülbelül 10 000 liter levegőt élegzik be, amely tele van szennyező anyagokkal, allergénekkel és korokozókkal. A szennyezőt levegő bevitele elkerülhetetlen lehetővé teszi, hogy a belélegzett mikroorganizmusok megtelepedjenek a légutakban. Tehát akkor beszéljünk most gyorsan a légutakról. Szerintem van még időm. Jó, gyorsan ezt lepörgetem. Tehát így néz ki egy átlagos ember léguta. Mint még egyszer, a szennyfogott szőnyeg a valamelyik áruház előtt. Nem akarok nevet mondani, mert akkor aztán jönnek a perek. Tehát, hogy koronavírussal kapcsolatban hozom XY áruházat. Tehát szennyfogott szőnyeg. Mi a lényege? Bemegy az ember a sáros cipőbe, végigmegy rajta, lepereg az ember lábáról ugye a szennyező anyag, és akkor ott marad, de benn, ugye a drága áru holmi között már ugye nem lesz rajta a sár. Ugye? Így védi magát az áruház. Oké? Okay? Most gondoljuk el, hogy én oda megyek, és azt mondom, hogy én akkor ezt a szennyfogó szőnyegen elkezdem elemezni, hogy mi van rajta. Oké? Okay? És azt mondom, hogy itt ott van a humán patogén. Akkor bezárjuk az áruházat. De nem azt, az egészet, mindent. Oké? Okay? Ugyanez történt. Itt van a felső légutaknak az a funkciója, tehát ez is, hogy én megértem az embereket, hogy baromira nem érdekli őket a saját testük. De hogyha valakit nem érdekli a saját teste, akkor nem mondjon róla szakvéleményt. Mert annyit azért tudni kell, tehát a tüdő az olyan, mint egy seb, oké? Okay? Nincs rajta, tehát egyetlen egy hámrétegnyi sejt érintkezik a vérrel. Oké? Okay? Oda, ami bejut, az bemegy a vérbe. Bármi. És a felső légutaknak az a funkciója, mert azért gyönyörűen megcsinálta a természet, kitalálta az embert, az a funkciója a felső légutaknak, hogy ezeket a kórokozókat befogja. Hogy csinálja ezt? Először is van egy mucin gazdag, egy cukrokba gazdag nyákréteg. Tehát ezt gyakorlatilag úgy képzeljük el, mint a légypapír. Tehát, hogy a ragacs a légypapíron, puff, befogja a legyet. Befogja a korok, szeretik a cukrot, ezt már mondtam. Ide jön a levegő, ugye nagyobb a falsúlyuk, tehát ugye bármennyire is kicsik, mikro, ugye a vírusok 100 nanométer, a 10-szer akkorák a baktériumok, belepottyannak, nyákréteg, ott vannak, kész, megdermednek, oké? Okay? Le vannak fagyasztva. Már nem fagyasztva, hanem le vannak dermedve. És ez azért kell, hogy már ne tudják az alsó hámréteget. Mert ez a hámréteg az a nagyon érdekes a légutakban, hogy ezen se gondolkoznak az emberek, és ez nekem furcsa. Ezt tudjuk, hogy a bőrünk hámlik, ugye? Hámréteg, hámlik. Hámlik. Tehát most oké, megfertőz, egyébként nem fertőzi meg, mert nagyon kevéssé tudja megfertőzni, de ha megfertőzi, mi van? Lehámlik a hámréteg. Hámréteg. És akkor elkezdjük ezt itt kaparászni, meg fődugjuk az agyáig, és megnézzük, hogy a nyákba, aminek az a funkciója, hogy napi 10 000 liter levegőből szűrja ki mindent, a gombát, a baktériumot, a vírust, hogy van-e abban vírus. Maguk szerint lesz-e.
Tehát ha én most végigmegyek mindenkin, ki lesz itt covidos? Lesznek emberek. És, itt, és ez is a másik. A PCR, hogy mindenki úgy beszél, ez egy zseniális dolog volt. Tehát aki ezt kitalálta, az egy zseni volt. Tehát ne úgy beszéljünk ezek az emberek, mert hülyék, ez nem a cocó BT. Jó, azok teszteltek, de azok csak azért kezelettek, mert azok mindenkit agyatlanul leteszteltek. Tehát a cocó BT az nem végzett orvos egyetemet, nem fogja azt mondani, hogy na és akkor mi van, hogyha ott találok egy darab RNS-t. Tehát hogyha még ezt legprecízebben csináljuk, és azt mondjuk, hogy mindent betartunk, tényleg olyan szekvenciát választunk, ami csak és kizárólag a korona, a SARS-CoV-2-re specifikus, csak és kizárólag, semmi másra, csak arra. A PCR, ha jól csinálják, és van benne egy darab RNS, itt a nyáktengerbe, amit lekapartak, az pozitív lesz. Tehát minden fertőzött PCR pozitív, de nem minden PCR pozitív fertőzött. Tehát értik a különbséget, ugye? De ezáltal le lehet egy világot bénítani. Mert ez gyakorlatilag ez olyan, hogy azt mondom, ez a legjobb. Oda megyek a szőnyekhez, valamelyik áruház előtt, és megnézem, na, koszos, igen, jó, megnézem, megpörcingetem egy kis, megyek PCR-ra, puf, ott van benne a kórokozó, úgyis lesz kórokozó benne. Áruházat bezárni, de az összeset, az egész világban. Stay safe, de engem, én szerintem akkor él, tehát én ezt mondom, hogy ez, de ez történt, csak nem áruházakat csináltuk emberekkel. De ugye az emberek nem értékesek. Tehát az emberek elmondták, hogy én nem vagyok értékes, én otthon maradok. Tehát ez ugyanaz, tehát ehhez kellettek az emberek. Én nem vagyok értékes, hát én otthon maradok. Valamelyik áruházláncra ezt megcsinálnám, és azt mondanám, bezárom. Az azt mondaná, hogy jó, hát doktor úr, holnap akkor nem nyitunk ki. Ezt megcsinálná az áru? Nem csinálná meg. Miért? Mert neki van egy érdeke, de az embereknek nem volt érdeke. Itt mindenki játszotta a hülyé. Ja, ez tész hív. Ja, vigyázzunk. Hogy mi voltak azok az... Milyen szövegek voltak? Maradjunk otthon, akkor vigyázzunk egymásra, igen, ez volt. Vigyázzunk egymásra. Hát, és akkor a nagy Covid trükk második rész. Akkor még egyszer. 2017. december 18. Scientific American. Világ egyik legjobban ismert tudományos ismeretterjesztő lapja. Tessék, John Hopkins egyetem vezetője mit mond? Nem maga a vírus ellenléte lesz, ami megöl. Egy fertőző betegség mindig összetett kölcsönhatásban a gazdasággal. És akkor megy tovább. Tehát, hogy ez a cikk arról szólt, hogy miért halnak meg az influenza fertőzöttek. És azt látták, hogy nem az influenza vírus öli meg legtöbbször a szervezetet, hanem a baktériális fertőzés. Miért? Mert tele van a légutak baktériummal, vírussal és baktériummal. És ez megint csak totál egyszerű, a legegyszerűbb, tehát még nem is fizika, tehát úgy fizika, hogy fizikálisan megérthető dolog. Egy baktérium az egy mikrométer. A vírus a 100 nanométer, 10-szer kisebb. Jön először a vírus, és akkor ez gyakorlatilag beköt ide, és így széttolja a sejteket, mint egy feszítővas. Csak azok a sejtek szétválnak. És, de az úgy, akkor jönnek a, itt alul a különböző ham-ham, jönnek a fagocitáló sejtek, a falósejtek, és azok megeszik. Csak az a baj, hogy ha már a vírus szétnyitja a légutakat, mármint szétnyitja a légutak zárt akadály, akkor utána már jönnek a nagyobb dolgok. És ugye ez így telítetté válik, tehát a ham-ham se tud ám mindent megenni. És amikor már túl sok olyan dolog van, amit be kéne kebelezni, na ott kezdődik a baj. És ez ilyenkor általában mindig a baktérium támad. És ezt megírták 2017-ben, oké? Hogy nem az influenza vírus öl legtöbbször, hanem a baktérium. Na, és akkor menjünk tovább. De miért van ez? És akkor itt mondom. Tehát, hogy itt vannak a hámsejtek, és akkor ezek így,
ezeket így elmódítja egymás mellett, a gyulladás, stb. És a vírus elkezdi leterhelni az immun, de igazából mi nagyot üt, tehát a Mike Tyson, ugye szeretik a bizonyos népcsoportok, hogy ilyen nagy Tyson, tehát az igazán, ami nagyon kiüt, az a baktérium. És ez egy nagyon érdekes dolog, pont azért, mert nagyobb számban van jelen a légutakba, és gyakorlatilag igazából az kezdi súlyossá tenni az influenzát. Oké? Tehát az influenza súlyos halálos szövődményei kivétel nélkül mind a baktériás fertőzés miatt van. Jó, és akkor ezt 2008-ban egy szimpatikus fiatalember, Anthony Fauci és munkatársai ezt leírták, hogy volt a spanyol nátha. Hú, hát mi mindig jöttek, hogy a spanyol nátha. Na, akkor már nagyon fájt nekem. Tehát tényleg, szó szerint ez az egész 3 év nekünk olyan volt írástudóknak, mint... Tehát mikor a valaki mondjuk... Nem tudom, szóval mikor el akarják az embernek adni mondjuk a fogorvosi fúró hangját melódiának. És aki hozzá van szokva a melódiákhoz, annak az iszonyatosan zavarja. És itt volt ez a... Ugye páran tartották bennem a lelket, a kollégáim, ugye meg családom kívül. Ugye az egyik volt a Boros Laci, ugye Boros professzor úr, sokan ismerik. És akkor, mikor ugye elkezdtem először ilyen kritikusabb dolgokat mondani, mikor meg letiltották a riportot, akkor Laci, emlékszem, fővivat, akkor jött haza Amerikából. És ő mondta, hogy hát, hogy ezt, arra emlékszem, hogy te, ezek már egyszer ezt megcsinálták a spanyol náthával, és ez eltett 100 év, és az emberek nem tanulnak semmit. És nem értettem. Mert akkor ugye bele voltunk szerelvesedve, hogy heparin, meg hú, és akkor majd heparinnal. És akkor elkezdtem utána olvasni, hogy mire gondolhatott a költő. És akkor rájöttem, hogy mire gondolt a költő. Arra gondolt a költő, hogy leírta professzor Anthony Fauci, aki szintén elmondta, hogy ezzel a vírus ellen nem tudunk semmit nem tudunk. Tudjuk, hogy az influenza vírus baktériás felülfertőződés keresztül öl. Azt is tudjuk, mert ezt ő csinálta munkatársaival, itt a neve, hogy a spanyol nátha is, ott nem az influenza vírus ölt, hanem a baktériás felülfertőződés, és de a COVID az más. Az más. Igaz, hogy az összes felső légúti vírusfertőzés ugyanazt a patonmechanizmust követi. Tök mindegy, hogy mi, mert itt az csak a burok más. Mindegy, hogy influenza vírus, koronavírusnak az előző fajtája, vagy ez. Gyakorlatilag ugyanúgy baktériás felülfertőzés lesz, ami igazából beleviszi a beteget egy halálos, súlyos, ugye szeptikus állapotba. És hát itt voltak ezek az ilyen 2020-as cikkek, meg 21-esek, tehát nagyon-nagyon korán megmutatták, hogy hát hogy az Istenben van ez, hogy itt van a vírusnak a terhelése, tehát hogy mennyi vírus van szerzetben, és azt nézzük, hogy minél durvább a betegség, annál kevesebb vírus. Hát hogy van ez? Hát hogy van az, hogy a beteg szarul van, nem jut oxigénhez, azt már nincs vírus a szervezetébe. Ja, mert akkor a baktérium van. Mert a baktérium, mert amit mond, tehát gyakorlatilag, amit ugye ezt a, nézzük, mert ezt direkt mondom, ez azért is másoltam be. Tehát ez egy gyakorlatilag 2020-as. Emlékszünk, mi volt 20-ban? Hát vigyázunk egymásra, itt nincs, semmi nincs, nem tudunk semmit csinálni. Igaz, hogy már leírták a szakirodalomba, hogy mikor a beteg súlyos, covidos állapotban van, már nincs a szervezetében a vírus. Mi van? Baktérium van a vérébe. Baktériális toxinok. Uh-huh. Mit adunk baktériumot? Ja, és itt van. Ez is gyönyörű, ez is. 2000 buskázok, 21 legeleje. Megmutatják, ugye?
december 20-ai dolgokat. Nem csak azt mutatták be, de ilyet azért nem fognak csak a laposföldhívő tudományos közönségnek csinálják, hogy hát itt mutatják, hogy azért elég ez korfüggő, ugye? Tehát maga a COVID, ami még egyszer nem feltétlenül csak a baktéri, vagy nem a vírus volt, hanem az arra rakódó, tehát az is az öregeket. Miért? Mert azoknak eleve rosszabbak a légutai, könnyebben átjárhatók, nincs egész elég nyák, stb. Ez is már, hát ez eretnekség volt. Itt bemutatták, hogy a tünetek megjelenése után átlagosan az emberek olyan 18,x, diagnózis halál között becsült átlagos idő, diagnózis, nem a tünetek, diagnózis és halál között, tehát amikor már eljutott a beteg úgy, hogy először végigment a COCOBT-n, ugye a Tesco parkolójába, és akkor jönnek, hogy mi a gyógyszeripar mellett engem még egy a Csongrád megyei kormányhivatal ANTS-e mentett meg, mert mikor elmondták, megnyertük az első gyógyszeripari projektünket, és elmondták az akadémia, hogy te nem fogsz tudni gyógyszert fejleszteni, te innen takarodjál, és fölmondták a laborbérleti szerződésünket, úgyhogy gyakorlatilag elindult a projektünk, Európa legnagyobb gyógyszerbevételi projektje, és kirúgtak két nap alatt az akadémia. Mondták, hogy ez a 25, hogy mi nem is kutatunk, nekünk el semmi közünk. A teivós csávó, na az nagyon jó, az salátabiológus, gyönyörű, az olyan gyógyszert fejleszt, hogy hű, nem lesz beteg saláta, egy darab se. Igen, és majd Pécsen megfogják a szúnyogot is, azt is, a fogával, hogy kiszívjasz. Na, nekik kell adni sok-sok milliárdot. És gyakorlatilag, tehát a diagnózis halál között becsült átlagos 18 napot, tehát úgy, hogy már a Tesco parkolóba kimérték. Nálunk az ANTS-ben mi ott bérlünk labort, tehát még egyszer ők adtak nekünk labort, úgyhogy én nagyon hálás vagyok nekik, és ez is egy nagyon, tehát minket nagyon sok mindenre tanítottak, meg láttam. Az ANTS-ben, Csongrád megye ANTS-ben nem tesztelhettek a virológusok, mert ők nem értettek hozzá. Szócó Béla, tetőfedő, érted hozzá? Doktor XY főorvos, nem akarom rossz hírbe hozni, ő nem értett hozzá. Te, Feriként, te nem értesz hozzá, érted? Ezt csináltad egész életedbe. Ezt végezted orvosegyetemen, ebből van szakvizsgád, ezt vezetted, ezt csináltad egész életedbe. Erre készültél, hogy egy járvány ellen hogy kell védekezni országos szinten. De te nem értesz hozzá. A Béla, a tetőfedő, na az ért hozzá. Tehát itt ez a 18,1 napot, ebbe is vegyük bele, hogy akkor már diagnózis volt. Tehát, hogy az ember nagy nehezen a szöges drótokon bejutott a kórházba valahogy, betámolygott, és akkor azt mondják, hogy covidos vagy. És utána, tehát akkor már neki minden baja volt. Nővérem covidosztályt vezetett, tudom, miről beszélek. Akkor már minden baja volt az embernek. Nem a tünetek fellépése, hanem a diagnózis után 18,1 napot következett átlagosan a halál. Úgy, hogy a vírus terhelés az első öt tünetek után 5-7. Napon jelentkezik, betegség 9. napján nincs vírus a szervezetben. De covidos vagy, Józsi? Józsi, te covidos vagy, mert a Béla kimutatta a parkolóba. Már vírus nem volt az emberben, mikor tüdőgyulladása volt. Neki bakteriális tüdőgyulladása volt, és szépen egy szeptikus, gyógyíthatatlan állapotba sodródott. De te covidos vagy, covidos vagy. És mit ad? És akkor elkezd, én ilyeneket mondtam a Péter fiúdítak, mert én nagyon okos vagyok, fú. Elmondtam, nagyon büszkék voltunk, fú, de megmondtam. Mondták, hogy ez az emberek nem is kíváncsiak erre, hanem Csernus doktornak a múlt havi beszélgetését még egyszer, mert azt nem lehet megunni. Tényleg, tehát 2020 márciusában, mikor mindenki összeszarta magát a koronavírustól, ők nekik egy fontos dolog volt, hogy akkor Csernus doktornak az előző havi beszélgetését, ezt fölvehették volna. És 2023-ban egy úriember és... De ezeket már bemutatták, csak ez volt az, ami már áttörte
áttörte a médiába is megjelent, kimutatta, hogy azok a betegek, akik az intézetükben meghaltak, azok kivétel nélkül baktériás tüdőgyulladásban haltak meg COVID-szimszó alatt. És akkor elkezdtük nézni páran, hogy ugye régen mindig az volt, hogy kisgyerek beteg, bemegy a házi orvoshoz, fölírja neki az antibiotikum, kész, és akkor mondják, hogy csak antibiotikum, pedig nem volt hülyeség. És talán kimutatták Németországba, hogy hogy voltak a COVID hullámok, és hogy volt az antibiotikum felírás. És azt nézték meg, hogy amikor tombolt a COVID, akkor nem volt antibiotikum felírás. Nem volt. Tehát az emberek abba haltak bele, hogy gyakorlatilag a vírusfertőzés, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk hogy a vírus nem tud embert, ez nem azt jelenti, de a döntő többséget azt hatták belesodorni egy bakteriális tüdőgyulladásba. És a bakteriális tüdőgyulladásba azt nem raktam ki, de volt egy olyan Facebook posztom, ami emlékeztettem az embereket, hogy 1941 előtt, ezt letiltotta a Facebook, 1941 előtt, mikor Fleming felfedezte ugye az antibiotikumot, az emberek bizony egy húsvéti locsolkodásba is belehaltak. Mentek, a lányokat meglocsolták, legények ugye már nem voltak szomjasak, akkor rálocsoltak egy kis hidegvizet, és szerencsét, hát nem tudott mit szedni, hát nem volt gyógyszer, szedte a hagymát, vagy akármi, de hát akinek nem hatott a hagyma, aznak bizony tüdőgyulladás lesz, és belehalt. Nekem még nagyanyáim beséltek ilyen történeteket, és mindig emlékszem, a nővérem, hogy néztük, hogy hát ez valami horror sztori, hát ez ilyen nincs, hát ugye már meglocsolták, azt meghalt, de beleesett a Tiszába, márciusba, azt utána két hétre meghalt. Hát ez volt az antibiotikumok előtt. Mit csináltak? Volt antibiotikum, nincs antibiotikum. Azt csak meghaltak az emberek, nézd, tüdőgyulladásban meg lehet halni antibiotikum nélkül. Na, ezt a trükköt valaki elhiszi. Hát ez már milyen gonosz. Ezt elhiszi valaki, ezt meg lehet. Elmúlt 3 év. Itt van. 2003. Jaj. Tehát én, aki gyakorlatilag ránézek egy vírus, és megmondom, hogy hova akarok kötni, én nem értek hozzá vírustagadó. Fúj. Van egy SARS-CoV-1. Az is egy nagyon érdekes vírus, most ezekbe a dolgokba hagyna benne, de nagyon érdekes. 70%-ba átfed. És jön az agyhalott, hogy de egy ez más vírus, meg más az aminósabb sorrendje, de nem itt. Tehát a természet nem úgy kopizza le magát, hogy ugyanazt lekopizza még egyszer, azért, mert hasonló, tehát azért, mert mondjuk két nő hasonlít egymáshoz, vagy két férfi, ez nem azt jelenti, hogy egy az egybe ugyanúgy néznek ki, hanem így egymás emlékeztetnek. Na, 75%-ba átfed a két vírus, SARS-CoV-1, az volt az első igazán nagy riadalmat kiváltó SARS-CoV, koronavírus, bocsánat, és 2003-ban jött, antibiotikumot adták, azt el is ment. Volt valami 2000 halott, oké. Okay. Mit adtak az első nap a betegnek? Erre mondták, mikor ezt megmondtuk 2020-ban, hogy antibiotikum vírusra. Mit adtak? Az első, az gyakorlatilag antibiotikum volt. Bement a beteg SARS-CoV-1 fertőzöttel, azt adták neki, mert akkor hülyék volt. Tehát 2003-ban még hülyék voltak a vírushoz. Ahhoz akkor nem tudtak semmit. 2020-ban, amikor kitalálták, hogy vigyázzunk egymásra, stay safe. De gyakorlatilag ez úgy nézett ki a nővéreméknél, hogy hát ők gyakorlatilag őt rábízták, ő meg hát sajnos orvoscsaládban nőtt fel, azt komolyan vette, hogy így gyógyítani kell, mert volt valami Hippokratész, így valamit így mondtunk, hogy meg ne áts, meg ilyesmi. Ez tesóm azt komolyan vette. Nem tudom, miért csinálja, hogy csinálja, de... És mit csinált a nővérem? Mert néztük, ugye, anyám is már 2020, hát ugye anyám az anesztéziós intenzív terapeuta, azért pár ember életét megmentett. Sajnos, hogy nem a teigóba tanulta a szakmát. És meg nem volt tetőfedőse. És akkor majd földolgoztuk ugye ezeket a szakirodalmat, ugye. Tehát annyira nem lehet összeesküvés elmélet, hogyha azért megjelennék a tudomány szakirodalomba is. Nővérem elkezdte adni az antibiotikumot.
meg adott egy kis heparint, meg adott valami kis antivirálszer, de az tök mindegy volt, hogy mit adott. Azt, mint a Donald Trump, elfújták a Covidot. Bejött a beteg, azt három nap múlva már futott a szegedi töltésem. Persze csak akkor, mikor hagyták, mert nem lehetett futni, mert nehogy véletlenül terjeszt a koronavírust. De futottál, akkor is csak maszkba lehetett, mert vigyázunk egymásra, ugye? Ne fussál, ne. Otthon dögöljél zabályásokat, nem baj. Na mindegy, szóval... És az volt az érdekes, hogy bármit adott antivirálszerként, igazából azt figyelték meg a nővérek, hogy nem akarom, hogy itt gyógyszergyelte. Tehát, hogy például a favipiravir vagy Tamiflu, teljesen mindegy, hogy melyiket adták. Azt figyelték meg, hogy akkor még ez nem volt leírva, az most 2020 tavaszáról beszélünk, igazából antibiotikum a lényeg. Heparin az egy kicsit ugye a vírust is megfogta, tehát a gyulladást leszette, de egyébként a sima aspirin, tehát az is teljesen jó volt. És gyakorlatilag, ugye, és hát látjuk, ugye szakértők ezzel nem értettek egyet, ugye Klaus Schwab professzor úr, és ugye a, ki nem mondom a nevét, Tedros úr, nem tudom, egyébként tényleg nem tudom kimondani a nevét, Tedros úr, megmondták, hogy nem, antibiotikum vírusra, nem. Nekem ez volt az egészben a furcsa, nem? Tehát, hogy mikor van egy mindent ellepő vírus, és akkor így általában nem tudunk róla semmit, de mindent, amit addig tudtunk a felső légúti vírus, azt mindent fölrugunk. Ez nem furcsa. Tehát, hogy most értem én, hogy most elektromos kocsink van, de hát az ugyanúgy kerekeken gurul. Tehát most nem kezdünk el rá találni valami teljesen más technológiát, azt rárakjuk, mert az már egyszer bevált, nem? Tehát, de nem, tehát Ted rosszul mondta, nem? De nővérem adta, úgyhogy mindenki most, és az is vicc, hogy az emberek ugye azért úgy megérzik, mert a nővérem, tehát ugye jó, hát nagyon sok ugye szennyet kapott, mert úgy hívták, hogy azért gyógyította meg a beteget. Ezt elmondták a szegedi nagyon okos covidológusok. Azért tudta a tesón meggyógyítani azt a sok-sok beteget, mert vírustagadó. Mert ha az orvos úgy gyógyítja, hogy nem hisz a vírusba, akkor meggyógyul a beteg. Ez így elhangzott. Tehát gyakorlatilag, jó, hát ez volt. És akkor jöttek erre a gyönyörű maszkok, hát csodálatos. Én maszkom, a te maszkod. Tele van kulával, mindennel. És ugye itt van. Tehát megnézték először, hogy... Mert ugye ezt azt nem értem, hogy... Tehát nálunk a laborban nem nyithatjuk ki az ablakot. Azért nem nyitjuk ki az ablakot. Hiába vannak steril fülkénk, a steril fülkés olyan, ami túlnyomás elve alatt működik. Tehát ami a steril fülke alatt van, oda nem mehet be a levegő. Miért? Azért, mert a levegő tele van spórával. Oké? Okay? Tehát az tele van kórokozók, a baktérium, gomba, vírus. De leginkább a baktérium meg a gomba zavar. És azért nem is nyithatjuk ki az igazán steril szobákba az ablakot. De a maszkot azt lehet venni. A steril maszkot, azt kimegyünk az utcára, és akkor szívjuk be. És oda tapad minden a levegőből, mert azt így kiszűri. Tehát az olyan, mi a laborba, de ezt ismerik, mert ez ugyanaz, mint a legjobb porzsákot a porszívónak az arcukra raknak. De miért nem rakják az arcukra? Meg koszos, meg kiszűri a koszt. De itt ezt csinálták. És jöttek, hogy nekem, akinek már nem tudom, mikor már az emberek nagy része még a fákon élt, már akkor orvosok voltak az őseim, és elkezdték mondani, hogy de a sebész orvosok a műtőbe, apám egész. Én gyerekkoromban nem láttam apám arcát, mert mindig mentem be az iskolából, és apámnak ott volt az maszk. Édesanyám szintén. Borzasó sokat dolgoztak. És nekem elkezdték mondani, hogy a steril műtőbe az ugyanaz, mint mikor az ember kimegy ide a Bartók Béla útra, és akkor elkezdi 4 órán keresztül használja napi mondjuk, nem tudom, 2 órába, és azt újból belerakja a gatyájába, ott még akkor az itt. És utána megint fölveszi, megint,
És az mit csináltak? Csináltak egy mikrobiális tenyészetet, és az ember direkt belélegeztet be. Baktéres felülfertőződés. Ja, és hát ugye ez most mindegy, egy csomó egyébként, tehát hogy a nagyon sok jó szándékú kutató volt, ez nem jött le. Mindent fölírtak, tényleg, tudományosan, amit lehetett, megcsináltak, leközöltek. De semmi nem jött le, semmi. Hát ha valaki, tehát itt bejutási utakat föltérképeztek, mivel lehet, természetes hatóanyag, gyógyszer, ezt úgy mondjuk, hogy gyógyszer újrahasznosítás, secondary use, minden volt. Nem, semmi, semmi. Nem. Csak a vakcina. Csak a vakcina. És ami, tehát mi orvos egyetemen, tehát van még egy nagyon fontos dolog, és ez a természetnek a, ezt próbáltam beszélni. A szervezet, az emberi szervezet védekezik az idegen vírusfertőzés ellen, és ezt úgy ismeri föl, hogy, és nézzek már, hogy látta lesz jobb képem. Igen. Itt van egy vírusfertőzés, most felejtsük, hogy ez a vakcina. Itt van vírusfertőzés, oké? Megfertőzi a vírust, a sejtet, és az a sejt, amit egy vírus megfertőz, az kirakja jelzéskép, mint a bójákat, a saját falára a vírusfehérjét. És jön az immunsejt, ham-ham, és észreveszi, hogy azon van egy bója. És azt mondja, hát ez nem ide való, hát ez nem ilyen bóják vannak, ez egy emberi sejt, tehát ez egy vírusbója. És akkor gyakorlatilag mit csinál az emberi sejt akkor? Kérdezem. Mit csinál? Mit csinál azzal, amin idegen vírusfehérjét talál? Mit csinál az emberi sejt? Megöli. Megöli. Miért? Azért, mert az olyan, mint egy terrorista kolónia telep, hogy nem tud vele. Most mindig azt mondjuk, hogy hú, hát most lehet bombázni ezt, meg lehet bombázni azt, mert ott abban a kórházban terroristák vannak. Hát ugyanígy gondolkodik az immunrendszer. Hiába a saját sejtem, tehát azt látja, hogy a sejt, de idegen motivumok vannak. Miért? Mert vírus szaporodik benne. A vírus tudja, hogy nagyon nagy, tehát több ezer millió lehet egy sejtbe. Nem tudja egyesével megenni a vírust, meg kicsi, ilyen kicsi. Emberi sejtnek az ezred része. Nem tudja oda, hogy jó, hó, ott a vírus. Az egészet lebombázza. Bum. Mindent. Mindent. Ezt hívják autoimmun folyamatnak. Ezért védekeztünk olyan vakcinákkal a vírusfertőzések ellen, amik egy idegen vírusfehérjét vittek be, mert olyankor az idegen vírusfehérje az csak így beúszott, ott volt a szövetközti térbe, fogták a falósejtek, megrágcsálták, kirakták, itt van, és akkor elindítottak egy immunizációs folyamatot, mivel maga a gyulladás, tehát a gyulladás, az immunfolyamat az idegen fehérje ellen irányult, tehát ott nem termelt semmit. Ez így gyakorlatilag viszonylag, most még egyszer viszonylag, kis bajjal járt a hagyományos vakcina, mert hát gyakorlatilag készen kapta az antigén. Tehát azt mondja, hogy, tehát, hogy úgy immunizál, hogy a betegség immunpatológiája, a vírusfertőzés immunpatológiája nélkül. Mi az immunpatológia? Vírusfertőzésben, amit mondtam, a saját sejtek halála, az mindig megöli. Oké. Miért? Mert van sejtes és humorális immunitás. Ezt is a Boros Laci mondta, az főhívott, mikor először elkezdtek vakcinálni. Még én is úgy voltam, hogy hú, hát ez a vakcina, ez nagyon jó, nagyon jó. Az ember hinni akar, mikor kapja a pofonokat, hogy hát azért tényleg ez nagyon jó, ez tényleg csak ez a nem kell heparin, nem. Antibiotikum, nem. Csak a vakcina. És a Laci följött, és kérdezte, hogy te láttál már oltottnak a vérét, hogy hát mennyi az, mert hogy itt mindenki, ez volt az, hogy méregették. Tehát ez idióták. Hát bocsánat, hogy méregették, hogy nekem 35 ezres, én lejárok kajakozni, tehát alapvetően így egészséges ember, de ott is, hogy 35 ezres, azt se tudta, hogy miről beszél, de elment ugye a Tesco parkolóba, és kimérte. És a Józsinak csak 32.500 volt,
Úgyhogy akkor a Sputnikot meg kell még küldeni egy kis Pfizerre, bocsánat. Tehát ez volt. Csak egy dolgot felejtettek el, hogy ezek párban van az immunitás. Van egy antigén alapú, és van egy sejtes. És az mind a kettő működik, oké? Az antigén az azt csinálja, hogy jön a vírus, elkezd ilyen közömbösítő bombákat termelni, és azok bekötnek, a vírus az nem tud megkötődni. Oké? Hasonló, mint a heparin, csak annál jóval hatékonyabb. Nem tud a vírus bekötni. A sejtes meg azt csinálja, amit én mondtam. Jön a sejt, a gyilkos limfocita, ez a neve, citotoxikus limfocita, vagy természetes ölősejt, ilyen, ugye ez ilyen sokat mondó nevek, és a természetes ölősejt az lebombázza a vírus fertőzött sejtet, bum. Abból nem marad semmi. Tehát magából a sejtből se, a vírusból se, de a sejtből se. Még egyszer, alvó terrorista sejtek benne egy izébe, egy épületbe, és akkor azt le lehet bombázni, mert az kórház, de ott voltak a terroristák. Hát immunrendszer ugyanis csinálja a natural killer sejt, bum, lebombázza. És akkor nagyon kérdéses volt, miért is, hogy hú, mRNA-s, hát az nagyon jó. Voltak ezek a adenovírus alapú vakcinák, attól, hogy megmondom őszintén, kicsit féltem, mert azt tudjuk, mikor mi géneket akarunk bevinni egyik, mondjuk egy emberi sejtbe, akkor a géneket vírusba rakjuk. Általában ez mi olyan vírusokat használunk, ami nem humán patogén, tehát nem okoznak emberi betegséget, de a vírus még egyszer évmilliók alatt kifejlesztett egy olyan képességet, hogy vírus géneket be tudja, ugye saját géneit viszi be. De ugye ez a génterápia, hogy azokat a géneket kiveszik, és berakják a emberi sejtekbe hibás gént, és akkor azt beviszik. De ez a génterápia alapja. Csak a génterápiának is alapja is, és mi ezért csináljuk, és ez nekem ez, mondom, ez szörnyű volt. Ott is az a probléma, hogy ha a vírus meg, mert ez hülyeség, tehát a megfertőzés az nem jelent semmit, csak az, hogy az idegen genetikai anyag kifejeződik. Még akkor is, ha nem humán patogénnel csináljuk a génterápiát, akkor is beindulnak sejtellenes autoimmun folyamatok. Zente babát ezért kellett szegénykét telet nyomni szteroiddal, mert nem azért rakják szteroiddal tele szegény kisgyereket, mikor megkapja a 700 milliós génterápiát, mert hogy az orvos kínozni akarja, hanem ahhoz, hogy ne induljon meg a saját ugye fertőzött sejtek ellen a immunrendszer ugye önpusztító folyamata, az le kell állítani az immunrendszert. Ezért kap Zente baba, és ez egy bevált protokoll. Mert idegen vírusfehérjék, ha megjelennek a sejtek felszínén, azt a sejtet megöli az immunrendszer. És ez volt ez az adenovírus alapú, és én attól kicsit féltem, hát ezt mondom, ez nagyon, nagyon, meg hát elkezdtünk számolni. Ez volt itt mindig a kérdés, hogy mennyi az annyi. És nem nagyon akarták ezt sem mondani, és ez nagyon rossz volt. Annyit ki tudtunk deríteni, hogy az adenovírus alapú vakcinákba, ugye, és nem mondok neveket, mert aztán itt jönnek a perek, de jó, mindegy, mondok, mert most ez nem... Ez nem. Tehát az AstraZeneca-ban van 50 milliárd vírus, oké? Okay? 50 milliárd vírus, mindegyikben tüskefehérje gén, oké? Okay? Az mRNA-s, az egyikben 46 milliárd, a másikban 13,6 milliárd. És azt tudtuk, hogy a vírus az nagyon keményen az meg fogja termeltetni. És attól is nagyon féltem, hogy ez túljut a beadás helyén. Az mRNA-snél megmondom őszintén, hogy én azt gondoltam, az mRNA-s az úgy fog viselkedni, mint egy természetes mRNA-s, hogy egy percen belül lebomlik. És ez azért nagyon fontos, mert ha az ember beadja az mRNA-st, oltást, és ezt nem én találtam ki, nem a összeesküvés elmélet, meg a laposfült hívők éves konferenciájának a összegzése, hanem a Európai Gyógyszerügynökség vakcina, mRNA-s vakcinákra vonatkozó összegzése, azt találták,
beadják patkányoknak a vírust, vagy bocsánat, az MLN-es oltást, itt van 50 mikrogram MLN-es per animal, akkor gyakorlatilag azt látják, hogy negyed órán belül, mondjuk ezt már jó későn láttuk, negyed órán belül ez megjelenik a sejt, a szervezet összes sejtjébe, nagyon sok helyen, na inkább így mondjuk, nem az összesbe, nagyon sok szervében megjelenik. És ugye én azt gondoltam, hát ugye tényleg itt jót akarnak, hát mi nem tudunk semmit, hülyék vagyunk, ez csak a vakcina, hát ha mennyi mondják, hát tényleg, hát PCR-ban nem hittem, maszkokban nem hittem, na mondom, hát ezt csak nem akarnak hittem, tényleg, hát ezt tudják már. Negyed órán belül megjelenik lipid nanorészecske, teli, vagy MLN-essel teli lipid nanorészecske a szervezet különböző szöveteiben. Különböző mennyiségbe persze. Ezt már nem merték fölrakni az Európai Gyógyszerügynökség. Ezt rakták föl ezt az Európai Gyógyszerügynökség. Azt mondják, hogy hát, hogy megjelenik, de hát nem, hát 40-80 emberről egy kicsit elterjedhet most. Májba. Van egy kicsi a mellékvesében. Hát meg a lébegy van, meg a petefészek. Most a petefészek, hát most ott van, most kinek nem hiányzik egy kis idegen vírusfehérje, kódoló MLN-es az ováriumában. Hát az ott a helye, ugye? De ezt mondom, ez megjelent. Én ezt nem hittem el. Ez megjelent. Ez 2021. januárjában fönn volt az Európai Gyógyszerügynökség oldalán. És ugye ez japánok, a japán ügynökség rakta föl, de egyébként hasonlót fölraktak az ausztrálok is, és ez azért nagyon melbevágó, mert itt százalékosan megmutatja, hogy miben, hova mennyi jut. És tehát gyakorlatilag azt mutatja ez a táblázat, hogy milyen mennyiségbe jelenik meg az összszázaléknak a különböző szervekbe. És itt az a nem túl biztató, hogyha, és akkor emlékszem, egy kutatótársam átjött, és nekem mindig ez volt a kérdésem, hogy mi történik az MLN-essel. Hogy mert ugye ez lebomlik. Persze, ez lebomlik, ezt úgy csinálták meg. És akkor volt a kolléganőm, a Hudák Anett mondta, hogy ezt vagy megcsinálják úgy, hogy lebomlik gyorsan, tehát hogy nem csinálnak rajta semmit, és akkor tényleg akkor talán még fehérre se íródik át, mert olyan gyorsan lebomlik. Vagy megcsinálják enzimrezisztensé, akkor meg nem fog lebomlani. És én ugye fehérjékkel dolgoztam, és mi annó akartunk csinálni mesterséges fehérjét, az lehet, tehát úgy mesterséges fehérjét, hogy mesterséges aminósavak, mert a fehérjéket is nagyon gyorsan szétkapják az enzimek, és ez a fehérje terapeutikumoknak egy nagy hátránya. Sose felejtem, ezért vettem össze a professzorommal, az volt az egyik. Megmondta, hogy ha megcsinálok egy fehérjét, le nem bomlóvá, az sose fog lebomlani, és az fölhalmozódik majd a májba. És én azt gondoltam, hogy ennél azért jóval okosabb emberekkel van itt, és hogy azt, amit én tudok, mondjuk a fehérjékről, vagy a professzorom mondott a fehérjékről, azt, hát ez tényleg mint a precíziós bomba, hogy ezt úgy csinálták meg, hogy jó, hát nem bomlik le rögtön, mint mondjuk egy mesterséges fehérje, vagy természetes MLN-es, de azért olyan gyorsan lebomlik, hogy gyakorlatilag az immunrendszer nem tud a saját szervezet ellen beindulni. És akkor jöttek ezek a óriási számok, ezek a 35 ezeres ellenanyagszintek, és tényleg a Laci elültette a bogarat a fülembe, és akkor elkezdtük nézni, de hát ez ugye mind összeesküvés elmélet volt.
És ez már ugye ez nem volt túl szép. És akkor jöttek ezek a gyerek szívizomgyulladások. És ugye ebbe az volt a csúnya, és ez most már az látszik, hogy a szívizomgyulladt emberek szívébe megjelennek a citotoxikus limfociták. Tehát a gyilkos limfociták, és azok azért vannak ott, mert olyan vírus fehérje termelő sejteket látnak, ami idegen vírus fehérje jelenlétére utal, és a citotoxikus limfociták pedig akcióba lépnek, és azokat a sejteket ők megölik. És akkor gyakorlatilag ez egy olyan dolog, hogy nem elég, hogy a gyerekek oltott, szívizomgyulladt gyerekek vérében megjelenik a tüskefehérje, ami szintén nem állítólag nem jelent meg sehol, de megjelenik a vérbe, és kiszámoltam, ez ilyen több száz milliárdos nagyságrendben, tehát ez azt jelenti, hogy tini gyerek, akinél szívizomgyulladás lép fel, ott 435 milliárd tüskefehérje kering a vérébe. A tüskefehérje, én most már értem, hogy a heparin kötést azt miért akarták nekünk állandóan elfelejtetni velünk. Azért, mert a heparin dependens folyamatok azok vérrögösödést indítanak be. És ez úgy hívják, hogy vakcina indukált trombocitopénia, és ugye ezt látjuk bizonyos, főleg ugye az adenovírus alapú vakcinák esetében, de gyakorlatilag azért mondjuk így ki, mert most ugye az AstraZeneca-t be akarják lökni a busz alá, hogy ez nagyon rossz volt, az a másik az nem, az jó volt, mert az Nobel-díjat kapott. Úgyhogy gyakorlatilag nekem azért nagyon kellett, megmondom őszintén, és ezt is egy később tudtam meg, hogy néztem az állambiztonsági hivataloknak a Facebook oldalát. Még egyszer, ez nem a gödényista összeesküvés elmélet hívők oldala, hanem az állambiztonsági hivatal. És egy ismerős nevet láttam, Dézsi ügynök neve. Dézsi ügynök volt a Szeged Biológiai Kutató laborjának az alapítója, ahol én dolgoztam. Ugyanebben a laborban dolgozott nálam jóval korábban egy Lengyel Zsolt nevű ügynök, és érdekes módon a főnökünk ugyanaz volt. És nekem ebbe a laborba kellett dolgoznom, és ugye Dézsi ügynök azt tudtuk, hogy ki, Lengyel Zsolt azt tudjuk, hogy hát most tök mindegy, de neki be kellett lépni ugye a szervezetbe valamiért. És van egy szegedi illetőségű biológus, aki pedig alul ábrándozik a magánéleti ihletésű regényébe, hogy ő CIA ügynök. Na, én ilyen körzekben dolgozok. Úgyhogy, tehát nekem megmondom őszintén, nagyon meg kellett válogatnom a szavaimat, és mondjuk abban a szempontból én tényleg nem szeretem, hogy előtt fölhívta a figyelmet, hogy ne politizálják, nem is akarok politizálni, mert nem értek hozzá, meg nem is a kenyerem. De azért annyit tudok, hogy ugyanúgy, mint a cégemnek, vagy nekem, országoknak megvan a maguk érdeke. Mint ahogy az Amerikai Egyesült Államoknak megvan az érdeke, Oroszországnak, Izraelnek, minden normálisabb országnak meg. Persze ebből ugye sokszor háborúk vannak, de amikor gyakorlatilag olyan embereket engedünk be a tévébe, akik arról ábrándoznak, hogy egy idegen ország, és ráadásul állandóan, mert mindig azzal jönnek, hogy Orbán Viktort a CIA meg akarja buktatni. De az az embert, aki arról ábrándozik, mert egy olyan laborba dolgozik, ahol Dézsi ügynök úr volt az alapító, és arról ábrándozik, hogy CIA ügynök lesz, és azt beengedjük a tévébe, és beengedjük a gyakorlatilag arról, hogy különböző járványügyi dolgokba fölülbírjárjon évtizedes tapasztalattal rendelkező ANTSZ-es vagy népegészségügyi orvosokat. Miért? Miért?
Köszönöm szépen, igazából ennyit akartam mondani. Én nagyon remélem, hogy ebből mindenki levonta maga konzekvenciáját, úgy az emberek, mint a politikusok. Én azt gondolom, hogy az embereknek nagyon fontos az, hogy megtanulják a saját szervezetük működését, és vannak olyan évezredes folyamatok, amit nem a szakértők döntenek el, hogy hogy működik. Ha egy citotoxikus limfocita fölismer egy idegen vírusfehérjét egy sejten, vagy egy idegen vírusfehérjét termelő sejtet, azt meg fogja ölni. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond róla. Teljesen mindegy, hogy én mondom, vagy nálam sokkal okosabb emberek, vagy Nobel-díjasok, azok ledarálják azokat a sejteket. Ezért nem mindegy, hogy hova jutnak el, és milyen sejtekbe indul el a idegen vírusfehérje termelése. És ugyanígy nagyon fontos azt tudni, hogy egy ország nevében, mikor valaki megnyilvánul, és társadalmi szintű védekezési folyamatokat kezd el befolyásolni, őkinek az érdekeit szolgálja. A magyar emberekét, vagy idegen hatalmakét. De ha idegen hatalmakét, akkor miért beszéljünk állandóan arról, hogy Orbán Viktort ki akarja megbuktatni? Akkor ne beszéljünk róla. Akkor legyen mindenki CIA ügynök, és akkor buktassuk meg Orbán Viktort. De amikor valaki erről ábrándozik, és erről könyvet ír közpénzből, mert ugye közpénzből mindig ez, hogy közpénz, tehát Mészáros Lőrinc az közpénz, amikor kiadunk arról, hogy én arról ábrándozok, hogy CIA ügynök vagyok, az hirtelen nem lesz közpénz. Na, tehát ezeket a dolgokat szerintem azért a politikának ideje rendbe rakni, mert gyakorlatilag most már, jó, hát sajnos ugye, amit látunk ugye a szomszédban vagy Izraelben, azért sajnos még a háború hagyományos fegyvereivel ölnek, de azért ez egyre kifinomultabb lesz. És azt higgyék el, hogy nagyon apró, szemmel láthatatlan entitásokkal is nagyon sok kárt lehet tenni egy emberi szervezetbe. És én azt gondolom, hogy a 2000-es évektől kezdve a biotechnológiai háború korába léptünk. Úgyhogy nem feltétlenül kell nagyot robbantani ahhoz, hogy kárt tegyünk társadalmi szinten emberekbe. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Milyen tisztelt Letochart doktor úr és kedves közönségünk! Én történész vagyok. Azt tudtam fiatal koromtól, hogy a történelemben, történelem tudományban halmozódik a hazugság. És politikai erőt kovácsolnak egyes körök, egyes érdekkörök abból, hogy a történelmi folyamatokat saját ízük, kedvük szerint alakítsák, mivel ezzel lehet bebetonozni pillanatnyi politikai pozíciójukat, és a jövő politikai győzelmeit esetleg befolyásolni tudják a történelmi adatok hamisításával, és hát így válik a történelem sokszor a politika szolgálólejányává. Ezt azonban nem mertem volna még álmomban sem feltételezni, hogy bizonyos exakt tudományokban is előfordulhat, és érdeke lehet valakinek, hogy ez előfordulhasson, hogy megtörténjenek ezek a hamisítások. Ilyenkor, amikor a hamisításokról tudomást szerzünk, akár a humán világban, vagy esetleg az exakt tudományokban, legelőször is mindig az a kérdés torul jut eszünkbe, hogy kinek az érdeke? Én végig azon gondolkodtam, bár nem mindent, sőt az előadásnak a 80%-át nem értettem meg, lévén nagyon buta ember ezen a téren, hogy azért ki dolgozza ki precízen azt a rendszert, amelybe beleillik az ilyesmi, kinek az érdeke, kinek akar használni, és kinek akar ártani ez a rendszer. Mert ha ez nem állna fenn, hogy használni és ártani, akkor nem lenne értelme
az egésznek. Mert csak így nyer értelmet ez a folyamat. A mi rovásunkra. És valaki ebből hasznot húz. Valaki emiatt szenved. Társadalmak pusztulhatnak, társadalmak növekedhetnek ilyen, hogy mondjam, talán kamu módon. És talán eljutunk majd egy olyan idővel, egy olyan fejlettségi fokra, hogy vajon fel tudja-e majd tárni a tudománytörténelem majd 10-20-100 év múlva, hogy hol, mikor, milyen hamisítások történtek. Vagy ez talán a feledékeny homályában tűnik majd el? Hát remélem, hogy nem. Tehát megnevezni, nevükön nevezni a hamisítókat, és fölhívni rá a társadalom figyelmét, hogy fiúk, lányok, genderek, ilyen is létezik. És ahhoz, hogy ez megtörténjék, ilyen kutatókra van szükségünk. Isten éltesse őket, és sok sikert a további munkájukhoz, mert a hazát és az egész emberiséget szolgálják kutató munkájukkal. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Egy hosszú utál előadónk előtt, úgyhogy nagyon köszönjük ezt a kitartó előadást. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a Fekete István Szabad Egyetem következő előadását. Ez december 7-én, csütörtökön este 6 órakor lesz itt az irodánkban. Dr. Pécsi Rita nevelés kutató, az egészséges én identitás és nemi identitás kialakulása címmel fog előadást tartani. Tehát Dr. Pécsi Rita nevelés kutató december 7-én csütörtökön. Köszönjük mindenkinek a megjelenést, és várunk mindenkit a következő előadásainkon is.